A felmérések szerint a magyar polgárok jobban ismerik az Európai Unió működési szisztémáját, mint a kontinens számos országának polgára, mondja Zubko Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Erről még felmérés is készül, az Euróbarométer szokott ezzel kapcsolatban is kérdést feltenni. A felmérés azt mondta, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest a magyar polgárok nem csak hogy jobban támogatják az Európai Uniót, hanem tájékozottabbak is, annak ellenére, hogy 15 éve léptünk csak be, és van, aki már alapító tagország. Ez több dolognak is köszönhető. Az egyik az, hogy lehet, hogy érdeklődőbbek a kérdés iránt, másik pedig az, hogy a középiskolai tanrendnek része lett egy Európai Uniós alapismeretek oktatás. Amivel láthatóan egységes a maradó 27 tagország, hogy egyben kell tartani az Uniót. A képviselők jelentős része abban érdekelt, hogy ne legyen Európai Egyesült Államok, és a kérdések egy része maradjon a tagországi hatáskörében, és néhány kérdésben vagy stratégiában döntsön a közös gondolkodás, mondja a képviselet vezetője. Abban is egyetértés van, hogy az egységes piac legtöbb kérdésben jól működött, az országok gazdasági fejlődéséhez mindenképp pozitív módon járult hozzá. Tehát ebből a versenyből a statisztikák, kimutatások, elemzések azt mutatják, hogy senki sem jött ki kedvezőtlenül, vagy veszteséggel. Tehát minden ország számára nyilvánvaló az egységes piacon belüli működéshoz pluszot és mínuszot, az összesítés az pluszt jelent, tehát mindenki kifejezetten a sikeres az egységes piacon belül, és a végszámadásban pozitív az egyenleg. Zubko Gábor a televízió vendégeként szólt a Brexit várható hatásáról, az unión belül zajló vitákról, melyek a működés jövőjét befolyásolhatják majd.